Sziasztok! Melyik óvodából jöttetek? Hangosabban? Jó van, ügyesek vagytok. És tudjátok, hogy miért jöttetek ma ide a főtérre? Na miért? Miért? Szeretett nap van. Anyát, amikor megölelitek, mit éreztek? Szeretetet. A testvért, ha megölelitek, mit éreztek? Ugye milyen egyszerű? Hát ez a szeretet nap ma azért van, hogy ne csak anyát, apát öleljétek, szeressétek, nézzetek csak körül ott a buszmegállóban, milyen sokan várakoznak. Majd a végén adunk nektek kis szívecskéket, és azt kérem, hogy osszátok szét a salvótarjáni embereknek, akikkel találkoztok. Mondjátok, hogy ma szeretet nap van, és tessék elfogadni ezt a szívecskét tőlünk. Jó? Nem felejtitek el? A mai napon eljött hozzánk a polgármester asszony, Székinné dr. Strémi Melinda. Megkérem, hogy jöjjön és köszöntsön ő is benneteket. Szervusztok mindenkinek, óvónéniknek, meg kis pajtásoknak is, igaz? Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A Schréter Ferenc Népfőiskolai Egyesületnek a vezetője Teri néni, aki szerényen elkezdte itt a mai programot. Terike néni, óvónéni. A mai napig óvónéni, hiába, hogy nyugdíjas már, ezért tudja nagyon pontosan, hogy hogyan is kell megmutatni a gyerekeknek, meg a felnőtteknek is nagyon sokszor, hogy mi is az a szeretet. Most a két napi Csalgótarjánban Terike néni és kis csapata jóvoltából a szeretetről fog szólni, és én azért jöttem el hozzátok, hogy nektek is elmondjam, meg majd holnap a felnőtteknek is, hogy jó lenne, hogy ezt a szeretet morzsát összerakná mindenki a zsebébe, a kezébe, de leginkább a szívébe, és ezeket a morzsákat ott őrizni egész évben, és minden napra jutna szeretet morzsa, minden napra jutna minden embernek. Hogy amikor jövőre újra itt leszünk, és újra osztjuk a szeretett morzsákat, akkor újra föl tudjunk töltődni velük. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy ez a nap maradjon meg bennetek jövő ilyenkorig, és minden nap jusson egy picit eszetekbe, vagy a óvodai barátodnak, vagy a testvérednek, vagy anyukának, nagymamának, nagypapának, apának, a szomszédnéninek, a szomszédgyereknek. Minden nap adj egy pici szeretett morzsát a kis szívedről. Én ezt kívánom nektek, és köszönöm, hogy eljöttetek ide, és mivel szeretett nap van, úgy gondoltuk az önkormányzat és a művelődési központ, hogy az óviknak is adunk egy pici ajándékot, a mi szeretetünkön kívül egy kis ajándékot, amit kérek, hogy a központi óvoda, óvó néni, Ági néni, ők láttam itt, ha minden igaz, jöjjön ide és vegye át. Nagy szeretettel adom nekik, nektek, és köszönöm, hogy eljöttetek, és együtt játszunk. Köszönjük szépen! Ez is egy szeretett morzsa lesz, mert úgy gondolom, hogy minden óvoda van belőle, és mindenki elviszi ezt a szeretett morzsát a saját óvodájába. Nagyon nagy a szatyor, láttátok? Húha! Vajon mi van benne? Mit gondoltok, mi van benne? Szeretett morzsa, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tárgyasul. Otthon meglátjátok majd az óvodában, amikor kibontjátok és játszani fogtok vele. Most azt kérem, hogy óvodánként azért köszöntsétek a szeretett napot és azt, hogy így együtt vagyunk. A hét színvilág óvoda gyerekeit kérem szépen ide középre, hogy lássa őket mindenki. Gyertek, gyöngyszemek! Hét színvilág óvoda. Nagyon messziről jöttetek, és nagyon-nagyon igyekeztetek ide főtérre ezen. Jaj, de szépek vagytok! Közelebb jövök hozzátok, hogy hallja mindenki majd a hangotokat. Énekeljetek valamit, mindegy, hogy mit, ami eszetekbe jut az óvónénihez. Jó? Vizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat választ, virágom, virágom.
hát én immár könyvét válasszak, virágom, virágom, te engemet, én tégedet, virágom, virágom. Tapsoljátok meg őket, gyönyörű volt, még nincs vége, várjatok. Na, akkor folytassátok. Zöld pántlika, könnyű gúnya, virágom, virágom, mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom. De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom, mert azt a búm földig húzza, virágom, virágom. Hát ilyen gyönyörű népdallal kezdeni ezt a délelőttöt különböző. Köszönjük szépen, verset is tudtok? Akkor halljuk. Köszönjük szépen, nagyon ügyesek voltatok. Köszönjük szépen. Babjas óvodások is eljöttek, és azt hiszem, hogy ők azok, akiknek sietni kell sajnos a 10:30-es buszot, úgyhogy azt kérem, hogy utána fáradjatok majd oda a segítőimhez, és szíveskedjetek átadni nekik az átadandókat. Köszönöm szépen. Gyertek, alakítsunk egy kör. Gyere! Gyere, bátrak legyetek! Tessék kezdeni, óvó néni! Kerek a káposzta, csirkés a levele, akinek nincs fája, jöjjön bele táncba, szörgetem párokat, mind a tartozósok, hajnalig járjuk el, majd a legutolsó. Gyönyörű volt, ezt még Babjason is meghallották szerintem a babjasiak. Köszönjük szépen! Ügyesek voltatok, fáradjatok oda föl a lépcsőhöz, legyetek szívesek. Nyugodtan menjetek a vonin, szabad a vásár.